Van, aki azért nézi, mert érdekes. Van, aki azért, mert szeretne. Van, aki oda van az autóban. Van, aki azért, mert vezet. Van, aki azért nézi, mert nincs jobb dolga. Van, akinek lenne, de azért is. Van, aki szórakozni akar, van, aki szórakoztat. De miért ne tennél? Találd meg te is az okot, miért nézd az NXT-t. Szép jó napot kívánok! Ez itt az NX TV következő műsora, méghozzá az F1 GPL GP2-es futama Abu Dhabiból. Mint láthatjuk, péntek Daniel az időmérőt megnyerte, őt követte Varga Dominik, majd Sára Daniel harmadik helyen, Roland, Borbé Roland a negyedik, Pak Kristóf az ötödik, Tóth Péter a hatodik, Marinka Tamás a hetedik, Murgui Martin a nyolcadik, Mócika Dávid a kilencedik, Székely Szilárd a tizedik, és a liga vezető, illetve az ex-liga vezető, vagy tulajdonos, Ádám Zoli, illetve Hugros Armand. Hát ami érdekes ebben a versenyben, illetve ebben a versenyben, az az, hogy Ádám Zoltán elindult, és ezúttal nem safety car-ral, hanem mint versenyző. De nézzünk előre, a srácok azonnal befejezik a felvezetőkört. Ugye, mint tudjuk, Abu Dhabiban éjszakai futamok szoktak lenni. Ehhez méltán ugye sötét van, de ki van világosítva a pálya, égőkkel. Na, ezt jól megfogalmaztam, de hát se baj. Na hát, amit tudni kell most erről a futamról, az konkrétan az, hogy 50 perces, illetve 24 körös lesz. És aki nem tudná, jó magam, Létei Attila vagyok, én vagyok az operatőr, illetve a kommentátor. Sajnálatos módon a live-ot nem tudtuk leadni, mivel Gál Miki nem ért rá. És úgy gondoltam, illetve azt mondtuk, hogy majd amikor lesz egy kis ideje mindkettőnknek, akkor leadjuk, de ez nem igazán jött össze, sajnos Miki most nem ér rá, ezért úgy gondoltam, hogy úgy tisztességes, hogyha megcsinálom én a live-ot. Nos, hát a srácok befejezték a felvezetőkört, ahogy látom, még ott hátul még van egy pár ember, aki próbálkozik fölzárkózni, így is van, még két autó van, eléggé füstöltek ott a gumik, és azonnal elindul a verseny, ahogy elalszanak a piros lámpák. Így is van, el is indult. Dániel, péntek Dániel az első helyen, úgy néz ki, hogy meg is tudja tartani. A második helyen Varga Dominik próbálkozik, de ott hátul egy kis koc, Sára Dániel kicsi Dominiknak neki ment, de nem volt túl nagy probléma. Ott hátul azért vannak csaták, Marinka Tamás próbálná megelőzni Borbé Rolandot, ami talán ebbe a kanyarba sikerül is, egy kis vágás talán, de nem jött össze. Nézzük hátul, mi történik. Hátul Mócika Dávid, illetve Ádám Zoltán próbálkoznak, sőt, ha jól emlékszem, akkor Zoli hátlé volt, tehát akkor előrébb jött. Sőt, Ádám Zoltán megpróbálja megelőzni Rolandot is, ez nem sikerült. Ugye a két pilóta egymás mellett volt, és nem volt helye. Hát úgy néz ki, hogy Borbét szépen meg fog jönni Ádám Zoltán.
talán itt ebbe a féktába. Így is van, Adam Zoltán kettőt előzött itt. A srácok megpróbálják visszaelőzni, de poccantak Marinka Tamással. Hát igen, Marinka Tamás elég szépen hátraesett, viszont nem ülhet a papírjaim, mivel Mócika Dávid megpróbálja megelőzni. Talán be tudja szúrni ebbe a kanyarban, nem, belső éven. És ennyi volt, meg is előzte, szép volt. De menjünk előrébb, Borbé Roland vissza szeretné venni Zoltántól a körét. Körét, helyét. Ami lehet, hogy nem fog menni neki. Nézzünk előrébb. Előrébb. Sára Dániel dobogó harmadik helyén, Varga Dominik még mindig a második helyen, se előre, se hátra nem tudott menni, viszont veszélyeztetve van Sára Dánieltől. Első helyen még mindig Péntek Dániel van. És akkor menjünk visszafele. Székely Szilárd. Hát ő a boxban van. Nem tudom, mi történhetett vele. Talán balesetbe keveredett. Tóth Péter a 11. helyen. Pap Kristóf a 10. helyen. Martin Morgui a 9. helyen. Ubros Armand a 8. Marinka Tamás a 7. helyen. Hoppá, de talán itt lesz egy kis előzés. Á, pici kocnak tűnt, de lehet, hogy nem az volt. Viszont itt azért gyepálják egymást a gyerekek elég szépen, Murgu, illetve Hubros. Hrubos, bocsánat, nem Hubros, Hrubos. Tehát akkor Hrubos Armand a 8. helyen, Marinka Tamás a 7. helyen, Sára Dániel a 6. Mócika Dávid az 5. helyen is megpróbálja megelőzni Ádám Zoltánt, talán. De nem, rosszul látom, hoppá. Az ott egy lekörözött, Mócika és Sára. Ja, hát itt elég szépen elvesztettük a fonalat, úgyhogy menjünk előre. Ádám Zoltán a 4. helyre felkeveredett. Borbé Roland még mindig a 3. helyen. Hát egy kicsit elrontott itt a féktávot. De Varga Dominik is a 2. helyen, sőt, mi több, eléggé megközelítette Péntek Dánielt. Lássuk, Dominik mire képes. Hát most a pontállást azt nem fogom elmondani, mivel ennyire nem készültem, tehát nem igazán tudom, hogy ki hol van. Ugye ez csak egy kósza ötlet volt, hogy most gyorsan fölveszem, de megígérhetem, hogy a következő futamot, ha minden jó megy, ha mondjuk nem is live-ban, de felvételről közvetíteni fogjuk, ugye mivel az lesz az utolsó futam. Egyelőre még úgy néz ki, ugye ezt kedden csinálom, ezt a live-ot, illetve felvételt. Egyelőre úgy néz ki, hogy még a pályát se kaptuk meg, kaptam meg a szerverre, úgyhogy nem tudom. A lényeg, hogy jövő hét vasárnap lesz az utolsó futam. És azért, ha jól emlékszem, akkor Juhász van, Varga Dominik, meg még valaki esélyes. De ha nehogy Isten, valaki pontosabban tudná ezt megmondani, akkor az majd a
videó alatt az írja, le legyen szíves, hogy a srácok, akik megnézik, hogy tisztában legyenek vele, hogy ki hanyadik helyen van. Nos, hát azt kell mondanom, hogy itt elől változatlanul Péntek Dániel vezet, Varga Dominika második, még mindig, és nézzünk hátrébb, Borbély Roland kicsit lemaradva a harmadik helyen, de itten Ádám Zoltán, illetve Sára Dániel között egy kis csetepaté. Ádám Zoltán kicsúszott egy kicsit, és Sára Dániel meg is tudta előzni. Mondjuk az, hogy Ádám Zoltán konkrétan ő Jackass, tehát az a beceneve. Hát jó volna azt használni, mert nem tudom eldönteni, hogy most Ádám vagy Zoltán a családneve. Mert Zoltán Ádám, vagy Ádám Zoltán, ki tudja. Lényeg a lényeg, hogy Sára Dániel meg tudta előzni. Vagy nem. Nem. De. Meg tudta előzni, úgyhogy Zoli Ádám visszaesett az ötödik helyre, ugye ez. Hatodik helyen Dávid Mócika. Hát ott előre volt egy kis elfékezés. Nézzünk még hátrébb. Grubos harmad a hetedik helyen. Hát se előtte, se mögötte nem nagyon vannak közelben. Pap Kristóf a nyolcadik helyen. Egy nagyon picit szétesett a banda. Úgy látom, Marinka Tamás már ki is esett, illetve Tóth Péter is. Lehetséges, hogy ledobta őket a szerver. De Székely Szilárd töretlenül a igaz egy kör lemaradással, de ott van. Martin Murgu is kiesett. Elég sokan kiestek most ezen a futamon, szóval lehetséges amiatt, mert enyhén szólva is nagyon eszi a gépet ez a pálya egyeseknek. És ugye még az is beleszól, hogy sötétség van, hoppa, itt egy leközörözés. Nem leközörözés. Kezi csókolom, de leközörözés. Na, hát ötödik körben vagyunk. Egyenlőre abszolút semmi nem változott. Első két helyen ugye Péntek Dániel, illetve Varga Dominik. Borbély Roland a harmadik. Sára Dániel a negyedik. Ádám Zoli, Zoli Ádám az ötödik helyen, és őt Mócika most gyepálja elég szépen, megpróbálna megelőzni. Talán lesz belőle valami. Súlybulit. Tizedik helyen vagyunk. Úgy néz ki, hogy Péntek Dániel még mindig az első helyen. Varga Dominik egyre közelebb és közelebb van hozzá. Még hozzá előzési távolságban. Talán lesz itt valami. Hát arról még egy nagyon picit megcsaklott az autó. Most nézzünk hátrébb, hogy hátul mi történik. Sára Dániel úgy néz ki, hogy meg tudta előzni az előtte lévő emberkéket. Ők a harmadik helyen. Ádám Zoltánt előztem meg. Ádám Zoltán visszaesett a negyedik helyre. Borbély Roland, ő a harmadik helyen volt, és most az ötödik helyen. Mócika Dávid a hatodik,
klubos Armanda 7. Itt nagyon nem nagyon változtak a felállások. Pap Kristóf a 8. Hopp, egy kis vágásnak tűnt. Székely Szilárd feljött a 9. helyre. Hát töretlenül is lássuk. Csára Dániát láthatjuk a boxban. Marinka Tamás, Tóth Péter, Murgui Martin kiestek. És ahogy látom, Péntek Dániá jön a boxba. Nem jön ki a boxból. Úgyhogy ő már volt a boxban, sőt, mi több, Varga Dominik is volt a boxban, úgyhogy ők ketten már gumit is cseréltek. Úgyhogy nekik meg volt egy újabb gumicsere. Ádám Zoltán feljött így a 3. helyre. Borbi Roland a 4. Sára Dániel újból visszaesett az 5. helyre. Viszont ő volt a boxban, ami az előtte lévő emberkékre nem biztos, hogy igaz. Na de nézzünk hátrébb. Ugye Sára Dániel 5., Mócika 6., Rúbos a 7., Pap a 8., Székely Szilárd elég szépen ledolgozta a hátrányát 9. helyen. Ugye hátrébb kiesettek. És egy rövid vágás után újból itt vagyunk a 16. körben. Hát úgy néz ki, hogy előleg kis csavantyú történt. Sára Dániel került az élre. Őt követi Borbé Roland, majd Zoli Ádám, Dávid Mócika 4. helyen, Rubos Armand az 5. helyen. Hát elég szép vágást láthattunk tőle, nem teljesen tisztességes volt. De hát kinek a pap, kinek a papni, erről jutva szembe. Pap Kristóf a 6. helyen, és ő is úgy gondolta, hogy illdomos azt a kanyaratot levágni. Hát nem szép tőlük, minden esetre. Székely Szilárd a 7. helyen, és a kiesők névsora egyre csak nő. Péntek Dániel sajnos kiesett, Varga Dominik szintén kiesett, Marinka Tamás szintén kiesett, Tóth Péter szintén kiesett, Murgui Martin szintén kiesett. És így nem más, mint Sára Dániel a 3. nevető, emberkénk lett az első, viszont őt zaklatja Borbé Roland. Elég furcsán alakulhatott ez a verseny. Nem hiszem, hogy mindenki örülhetett ennek a pályának. Nagyon úgy tűnt, hogy elég sokan nem fognak eljönni, mivel kitettek egy szavazást, és valami 3-4-en szavaztak, hogy eljönnek. Ehhez képest viszonylag 10-11-en megjelentek. Ami hát elég szép szám. Borbé Roland a 2., nézzünk hátrébb, és a dobogós nem más, mint Zoli Ádám, Jackass, 4. helyen Mócika, Klubos Armand az 5. helyen, Pak Kristóf a 6., Székely Szilárd a 7. helyen. Hát igen, heten maradtak, sajnos. Hát egy újabb vágás után érkezünk majd a 23-22. körre. Szóval itt vagyunk a 22. körben. Sára Dániel megtartott az első helyét. Őt követi Ádám Zoltán. Ha sajnos arról lemaradtunk, de úgy néz ki, hogy kiesett valaki. Borbé Roland a 3., Mócika Dávid a 4., őt követi Rubos Armand az 5. helyen, Pap Kristóf, hát
ez már nem tudom, hanyadik vágása lehet. 6. helyen Székely Szilárd, a 7. helyen, és így tovább. Sajnálatos módon kiestek Péntek Dániel, Varga Dominik, Marinka Tamás, Tóth Péter, Martin Murgui, ennyi. Elég kevesen maradtak itten. Nos, hát ez a 23. kör, úgy néz ki, hogy ez az utolsó köre lesz Sára Dánielnek. Nézzünk vele egy kört. Illetve az utolsó kört. Lassan beír Sára Dániel, és elkezdi az utolsó 24. körét. Így is van. Nézzünk egy picit hátrébb. Hoppá! Borbé Rolandot üldözi Ádám Zoltán. Hát eléggé szélesítenek itten. Nem tudom, hogy mennyire szabad, vagy mennyire nem szabad, kapunk-e büntetés vagy sem. Mindenesetre ők is elkezdték az utolsó körüket. Mócika a Dávid a 4. helyen. Klubos Armand 5. Pap Kristóf a 6. Hopp, lássuk, van lesz vágás. Lesz, és elég szép vágás. Hát, Székely Szilárd a 7. helyen. Nézzük, ő vág. Nem, ő nem vágott. A többiek a kiesők, de bennünket most ők nem érintenek. Hanem Sára Dániel, aki érdekel bennünket, mert ő az, aki megnyerte az Abu Dhabi futamot GP2-ben. Az F1GPL ligában. És egyre közelebb a célhoz. Utolsó kanyarok. És most fordult a célegyenesre, és hölgyeim és uraim, Sára Dániel megnyerte az Abu Dhabi futamot. 2. helyen Borbé Roland fog azonnal befutni. Így is van, Borbé Roland a 2. Zoltán Ádám Jackass a 3. helyen. Mócika Dávid a 4. helyen. Azért még megvárjuk őt is, hogy bekulogjon, elég szépen kicsúszott, gondolom már elég fáradtak lehetnek azok a gumik. Itt már nem hiszem, hogy történik semmi. Itt egy pici vágás, de nem számít. Mócika Dávid bejön a 4. helyre, őt közvetlen nem, de őt közvetlen Hrúgos Armand az 5. helyen nagyon-nagyon-nagyon pici különbséggel. Pap Kristóf a 6. helyen. A Kutmeister. Majd őt követi Székely Szilárd. Tehát Sára Dániel az első. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!
azért nézi, mert érdekel. Van, aki azért, mert szeretik. Van, aki oda van az autóként. Van, aki azért, mert vezet. Van, aki azért nézi, mert nincs jobb dolga. Van, akinek lenne, de azért is. Van, aki szórakozni akar, van, aki szórakoztat. De miért ne tennél? Találd meg te is az okot, miért nézd a podcastet. Come on, 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 come on